Nyugodtan lehet mondani, hogy villámkarriert futott be a magyar fejlesztési sporteszköz, amelyet a tavalyi futballvilágbajnokság idején mutatott be a két tervező. A Techball azóta már a világ több mint 100 országában szolgálja a labdarúgó képességfejlesztését. A meghajlított pingpongasztalhoz hasonló eszközből a fejlesztők egyet a tarpai önkormányzatnak ajándékoztak, ami azonnal továbbadta azt az Esze Tamás általános iskolának. A tarpán sportoló gyermekeinknek az iskolában, a tarpai iskolát választó sport diákoknak egy óriási lehetőség lesz a jövőben, hogy újra tovább lépjenek, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ránk esett a választás itt a Szatmár-Beregi térségben, hiszen itt azért rengeteg kárpátaljai gyermek jár a mi iskolánkba, és úgy gondolom, hogy mind technikailag, mind taktikailag, mind kitartásilag, képességileg nagyon sok segítséget fog nyújtani nekik ahhoz, hogy elérjék a sport céljukat, sport teljesítményeket és jó futballisták legyenek a jövőben. Filip Sándor szerint, aki közel két évtizeden keresztül tanította futballozni a legkisebbeket, minden új eszköz segíti a gyerekek fejlődését. Minden új dologra szükség van. A Techball egy új dolog, egy új lehetőség, egy egész más készséget fejleszt, ami a labdarúgás alapjait adja, mindazon gyerekeknek, hogy ezt elsajátítják majd. De beszélhetnénk a futsalról is, ami szintén egy olyan kombinatorikai, egy kombinatív játékot feltételez, ami a nagypályás játéknak elengedhetetlen része. Épp ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy igazgató úr, polgármester úr, Széchy polgármester és kizárólagosító úr fölkarolta ezt a lehetőséget, és a tarpai gyerekek, akiknek jelentős része Kárpátaljáról került át ide a Beregi településre, elsajátítja ennek a játéknak a csodálatos szépségeit, és már láttuk, hogy olyan, mint hogyha mindig is az asztalon játszottak volna. A fejlesztők reményei szerint egyre több utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesület alkalmazza majd az új eszközt, amelyen lehetőségeik szerint a jövőben is igyekeznek megajándékozni egy-egy települést.